Több százezer szavazót veszített a Jobbik a parlamenti választás óta. A párt, amely áprilisban még a listás szavazatok 19%-át szerezte meg, ez majdnem 1,1 millió voks volt, most a teljes népességben 8, még a biztos szavazó pártválasztóknál 13%-on áll. Ez derül ki a Publikus Intézet legfrissebb kutatásából. Ez az eltelt 7 hónap legrosszabb eredménye. Az LMP hasonló tendenciát produkált, az Ökopárt 400 ezres bázisának mintegy a fele oda lett, ez kb. 7%. A pártok versenyében továbbra is toronymagasan a Fidesz vezet, most a biztos szavazók 54%-a voksolna rájuk. Két vendégem pedig ebben a témában, mármint belpolitikai témában, Farkas Őrs politikai elemző, illetve Berta László elemző, a Század Vég Alapítványtól. Szervusztok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát az első kérdés az talán adódik, hogy a Fidesz-KDNP most már mondható évek óta toronymagasan vezet az ellenzéki pártokkal szemben. Mi lehet ennek a tendenciának a konkrét magyarázata? Hát van egy következetes politikája a kormánypártoknak, amely lényegében tényleg egy évtizede, de mondjuk azt mondhatom, hogy kb. 2006 óta, vagy 6-ot követően meghatározta ennek a politikai közösségnek a szemléletmódját. Ezzel szemben pedig olyan pártok sorakoznak fel, amelyeknek nincsen egy zsinór mérték, amihez állandóan vissza tudnak térni, nincs egy értékrendi alap, ahova vissza tudnak térni. Próbálnak folyamatosan megfelelni a választói elvárásoknak. Nyilván nehezen teszik ezt úgy, hogy nagyon sokan próbálnak, nagyon sok párt próbál ugyanarra a választói rétegre célozni és onnan szavazatokat szerezni. Ennek köszönhetően pedig rendre olyan döntéseket hoznak, amelyek könnyen állíthatóak szemben mondjuk a korábbi éveknek a retorikájával, illetve megfogalmazott gondolataival. Ezt látjuk egyébként a Jobbiknál is, aki próbál eltérni a 2003-as alapításkor meghatározott alapelvektől, de ott is kibújik azért a szök a zsákból, most a legutóbb ugye Szávai esetében, és ezt látjuk az LMP-nél is, aki még 2010-ben egy zöld baloldali pártként vagy fogalmazta meg magát, ma pedig már ettől azért elég messze. Megmutatjuk a kedves nézőknek, hogy egy grafikonban, hogy a pártok tulajdonképpen hogy is szerepelnek ebben a felmérésben. Itt a teljes népesség körében ugye a Fidesz-KDNP 25%, az MSZP Párbeszéd 8%-on áll, a DK 2%, a Mi Hazánk az 1%-ot tudott eddig hozni, az LMP 2, a Jobbik 8, ahogy már említettem, a Momentum 1%, a Kétfarkú Kutyapárt pedig 2%-on áll, de hogy visszatérve a következetes politikára, ez alapvetően gazdasági okokra vezethető vissza, vagy a migrációra, vagy mind a kettőre együttesen? Én úgy gondolom, hogy mindkettő tényezőnek komoly befolyása van ebben, hogy a Fidesz-KDNP továbbra is ilyen stabilan őrzi a támogatottságát, illetve láthatjuk azt is, hogy mi a fő különbség például a kormánypártok, illetve az ellenzéki pártok között. Láthatjuk, hogy a kormánypártoknak rendes, komoly, összetett, koherens víziója van mind Magyarországról, mind pedig Európáról. Ezt láthatjuk most így a EP választásokhoz közeledve is, hogy a hazai baloldal egyszerűen képtelen megfelelő narratívát, illetve jövőképet felállítani Európával kapcsolatban. Ugye nincsen például álláspontjuk komoly, konzekvens a bevándorlás kérdésében. De van épp az, hogy hozni kell a bevándorlókat, nem? De a megoldást van, mondjuk az való igaz, hogy... Így van, illetve próbálják leplezni ezen szándékukat is. Próbálják kerülni ezt a témát a nyilvánosságban. No, de azért van itt például egy másik fontos szempont, itt van például a nemzeti konzultáció, mert hogy a kormány most már sokadik alkalommal indít egy ilyen nemzeti konzultációt, ami úgy tűnik, hogy bejött az Orbán kormány számára, mert hogy itt is most már a legfrissebb adatok alapján 543 ezeren írták alá, akár elektronikusan, vagy akár papírformájában ezt a konzultációt. Tehát magyarán úgy tűnik, hogy egy jó utat választott a kormány arra, hogy kommunikál a választóival. Ugye egy vagy két héttel ezelőtt épp Kovács Zoltán, akkor még kormányszóvivő, jegyezte meg, hogy Franciaországban is volt vagy van nemzeti konzultáció, csak ott Emmanuel Macron meldöngetve magyarázta, hogy neki 70 ezeren már válaszoltak is a nemzeti konzultációs kérdésükre, ezzel szemben Magyarországon pedig milliók adnak ezekre választ. Tehát ez is egyfajta ok lehet, hogy elindult egy párbeszéd a politika, illetve a választópolgárok a társadalom között?
összességében a témaválasztás az elsődleges, tehát olyan kérdésekben fordul a kormány választókhoz, amely az embereket érdekli. A család kérdése, amely most ugye a legutóbbi konzultációnak a témája, az alapvető pillére a kormánypártoknak. 2010 óta az egyik legfontosabb kormányzati szemlélet a családoknak a támogatása és a gyermekvállalásnak az ösztönzése. Az pedig, hogy egyébként ebben a választóknak a véleményt is megkérdezi, az ugye a korábbi jól sikerült konzultációknak nyilván a hatására alakult így. És ez sokszor ugyan politikai marketing eszközként szoktak a konzultációra tekinteni, de azért nem szabad azt elfelejteni, hogy itt valóban a korábbi éveket nézve, vagy a korábbi tavaszlakat nézve, adott esetben milliót meghaladó válasz érkezik vissza, ami egy nagyon fontos bázis a kormányzatnak arra, hogy egyébként ezekben a témákban akár az ellenzékkel szemben, akár az európai porondon fogalmazzon meg saját véleményt. Igen, mert ugye aki veszi a fáradtságot, hogy leül, ha más nem, tényleg 3 perc kitölteni a elektronikus formában ezt a konzultációt, vagy veszi a papírformát, kitölti, elmegy a postára, feladja, tehát pici időráfordítása, de akkor is foglalkozni kell vele. Kétségkívül is mondom, azért a kormánynak a legitimitását az folyamatosan megerősíti, tehát emlékezzünk vissza mondjuk a bevándorlás kapcsán, vagy a soros tervről készített konzultációról, ahol az európai hadszíntéren utána, vagy az európai politikai porondra ki tudott menni a kormány, és azt tudta mondani, hogy de elnézést kérek, vagy akár egyébként ide vehetjük a népszavazást is, ami szintén egy olyan eszköz, ami a demokráciának alapillére, és el tudott menni a kormány Brüsszelbe, és azt tudta mondani, hogy de kérem szépen, önök ránk erőltethetik mondjuk a kötelező kvótát, de itt 3 millió ember ezzel abszolút nem ért egyet, úgyhogy engedjék meg, hogy mi egy más álláspontot képviseljünk. Ugyanezt köszönöm vissza most egy másik témában, ami pedig a gazdaságpolitikát, vagy az adópolitikát, vagy a családpolitikát határozza meg. Itt ennek a felmérésnek tükrében úgy tűnik, hogy a legnagyobb vesztese az elmúlt időszaknak az talán a Jobbik, mert hogy jelentősen leredukálódott a támogatóinak a létszáma, ráadásul ki is váltak a Jobbikból. Ez mivel magyarázható? Tehát volt régen egy radikális párt, a radikalizmus nem kellett az embereknek, vagy épp ellenkezőleg az kellett volna, és ez a bizonyos néppártosodás, amit most már 1-2 éve próbál megvalósítani, úgy tűnik, hogy sikertelenül a Jobbik jelenleg, illetve korábbi vezetése. Tehát miért bukott ekkorát a Jobbik? Látszik, hogy a Jobbik egy komoly identitásválságon ment keresztül, illetve a mai napig abban is van. Ugye elárulták a korábbi nemzeti jellegű radikális karakterüket, helyette egyre inkább átolódtak egyfajta balliberális irányba. Ugye ez megmutatkozott például Volna Gábor környezetében is, hogy olyan erre szereplők kezdtek el a Jobbik köré gyűlni, akik például korábban az SZDSZ házatáján mozogtak. Ugye ezek a szavazók, akik elpártoltak a Jobbiktól, ennek hatására pártoltak el, ugyanis észrevették azt, hogy konfliktus van a korábbi Jobbik, illetve a mostani Jobbik profilja kapcsán. Ugye láthattuk a választások óta is, hogy milyen komoly botrányok mentek végbe a Jobbikon belül. Ugye pártszakadás is történt, kiválás, illetve most ugye a közvéleménykutatás óta is történt egy újabb botrány szálvai esetében, amely ugyancsak arról árulkodik, hogy komoly gondok vannak a pártházatáján. Ha meg kellene fogalmaznotok, hogy a Jobbik voltak éppen milyen párt, akkor azt meg lehetne tenni? Ugye említettük a radikális vonalat, említettük a néppártosodást. Itt van Száva Istvánnak az esete. Tehát olyan figurák bukkannak föl, illetve vannak pozícióban a párton belül, mert Száva István is egy meghatározó erős embere a Jobbiknak, vagy legalábbis volt mostanáig. Tehát olyan emberek vannak ott, akikről lehet, hogy nem is tudjuk, hogy kik valójában. Mert hogy Száva István is egész régmúltról jött, azt nézzük meg, hogy hova tartott. Vagy például Vona Gábor, a jelenlegi párt elnöke, Schneider Tamás úgy szintén. Tehát le lehetne írni egyáltalán azt, hogy a Jobbik az most miről szól? De épp az a helyzet, hogy tudjuk, hogy kik ezek az emberek valójában, tehát ők próbálják leönteni egyfajta valóban inkább baloldalra köthető politikai mázzal. Ezek valódi hazug politikát folytattak korábban éveken keresztül. Hát ezt nem tudom megítélni, hogy mi a valódi arca a Jobbiknak. Hogy a 2003-as alapításkori arca az igazi arca a Jobbiknak, vagy a mai arca a valódi a Jobbiknak. Én azt gondolom, hogy összességében is erre enged következtetni Szávainak a mondata is, és erre enged
eseményet következtetni, bármelyik olyan jobbikos esemény, azért ez nem az első antiszemita megmozdulás részükről, akár emlékezünk vissza Gyöngyösinek a listázásra, parlamentben. A parlamenti listázására, hogy a képviselőket akarta listázni zsidó származás alapján pontosan. Tehát én azt gondolom, hogy az a Jobbiknak a valódi arca, Vona Gábor hozott, illetve az ő oldalához tartozó politikai vezetése a Jobbiknak hozott egy döntést 2014 év végén, amely a néppártosodás irányába tolt el a pártot, nagyon rossz ütemben alapvetően, mert ezt követően indult el ugye a migráció, ami klasszikusan egy szélső jobboldali téma volt, és azt láttuk, hogy az európai választásokon mindig ezek a pártok erősödtek meg, és a Jobbik most azzal szembesült, hogy a eredeti szavazóik elpártoltak, sőt azok a pártok, akikre nagyon nehéz lett volna rásütni ezt a néppártosodást, vagy ezt a néppárti arcot, Dúró Dóra, Torockai László, Novák Előd, Gaudi Nagy Tamás, Apáti, Volner János, ők már kiléptek a pártból, vagy ők maguk távolították el ezeket az embereket. Most próbálnak egy baloldali, adott esetben balliberális pártokkal együttműködésben lévő szervezetet létrehozni, de idegen nekik ez a talaj, és valójában, hogyha felemeljük ezt a leplet, és alá nézünk, hogy kik vannak ott, akkor ugyanazok a 2003-ban a Jobbikot megalapító szereplők, akiknek nem ez a természetes, és rendre el fogják magukat szólni, és rendre kényelmetlenül fogják érezni magukat ebben az izzadság szagú átalakulásban. No, akkor itt viszont nem csak a Jobbik bukik, hanem bukik az LMP is. Itt a mérési adatok alapján említettem ugye, hogy 400 ezres szavazóbázist veszített az LMP, ez mint egy 7%-nak felel meg az ő szavazóbázisuk tekintetében, de hogy ez oda vezethető vissza, hogy elkezdtek kokettálni a Jobbikkal? Részben ez is benne van, illetve... Vagy rossz politikát folytatnak ők is? Rossz politikát folytatnak alapvetően ők is, illetve látható ez a közeledés is a Jobbikhoz, amit nyilván az ő szavazóik sem hajlandóak minden feltétel nélkül lenyelni. Az LMP-t is az áprilisi választások óta számos válság terhelte, illetve kilépések történtek. Nem tudni pontosan, hogy ugye ki a pártnak a jelenlegi vezetője, ugye Demeter Mártának a botrányát is felemlíthetnénk, aki egy katonának az életét gyakorlatilag ugye veszélybe sodorhatta volna, azzal, hogy álhíreket terjesztett. Többekét is, nem csak egyet, hanem többekét is. Ezek a botrányok, ezek ugye mind halmozódnak, illetve felgyülemlennek, ezek láthatók a mostani közvéleménykutatási adatokban is. Mindezek után az LMP talpra állhat, mert azt azért tudjuk jól, hogy ez a kis SZDSZ az LMP, tehát azért a fővárosi liberális gondolkodók szavaztak első körben, vagy legnagyobb számban az LMP-re. Meg tud-e esetleg erősödni még az LMP, hogyha mondjuk ezeket a sallangokat leválasztja magáról, mint például a Jobbik is? Sokan vannak azért versenyben a kis SZDSZ címért, tehát ne vegyük el a Momentumtól azt a lehetőséget, hogy ezt a címet ők is maguknak, magukénak tudhatják. Annál is inkább ugye, mert a liberálisokhoz csatlakoztak kint Brüsszelben. Egészen pontosan ez történt, illetve Emmanuel Macron azért viszonylag ritkán szokott olyan kis pártoknak a vezetőivel találkozni, amelyek még parlamenti képviselettel sem bírnak, ezt a Momentum megtette, vagy Momentum esetében ugye megtette. De a lényeg az az, hogy az LMP szintén identitás problémákkal küzd, és nagyon nehéz úgy politikát csinálni, hogy tényleg nincsen meg az a zsinór mérték, ahova adott témák esetében, legyen szó családpolitikáról, legyen szó a migrációról, vissza tudnak térni, és azt tudják mondani, hogy bocsánat, nekünk következetes álláspontunk évek óta ez, ha a kormány ezzel ellentéteset tesz, azzal nem értünk egyet, ha egyébként a kormány a döntései ebbe belevágnak a mi gondolkodásmódunkba, akkor azt megszavazzuk és egyetértünk vele. Folyamatosan ugye az ellenzéki pozíció megtartására törekednek, igazolják egymás között a politikai szereplőket, mint a megyei futballban a játékosokat. Demeter Mártáról sem feledkezünk meg, most vezeti az LMP társelnökként, néhány évvel ezelőtt még a Magyar Szocialista Pártnak volt a képviselője. Burán Sándor a Párbeszédhez ült át, a Magyar Szocialista Pártból kölcsönadták, szintén mint a megyei futballban, tehát nincsenek állandó szereplők, nincsenek karizmatikus politikusok, nincsenek karizmatikus gondolatok, amelyekhez vissza lehet térni, amit magukénak tudhatnak. Kizárólag az európai politika által meghatározott témákat képesek felölelni a magyar baloldali szereplők, és annak ezeknek a hullámoknak a mentén képesek magukra felhívni a figyelmet, és ennek az lesz egyébként az eredménye, hogy a népszerűségük az folyamatosan romlik, mert ha még van is, aki egyetért velük, nem látják egyszerűen a kompetenciát ezekben a pártokban, nincsen kormányzó készség ezekben a pártokban, és azt fogjuk látni, hogy próbálják magukra folyamatosan felhívni a figyelmet, és Tordai Bencék kerülnek majd ki a baloldalból, aki extravagáns akciókkal tudja csak a magára irányítani a sajtónak a figyelmét, pedig értelemszerűen nem segít azért majd a magyar politikai életnek. Hát maximum a sajtóét, mert ahogy
Láttam például a Facebookos reakciókat egy-egy ilyen megmozdulása után, hát nem lennék a helyében, hogyha mondjuk az utcán szembe jön velem egy-két választópolgár is elmondja a véleményét. No, de itt van például még a Demokratikus Koalíció. Ők ugye 5%-on állnak itt a mérés szerint. Ez éppen arra lenne elegendő, hogy mondjuk bejussanak a parlamentbe, de hát mindig van egy mondjuk 0,5%-1%-os hiba határ. Benne van a pakliba, hogy sem az LMP, ugye sem a DK nem jutna be a parlamentbe. De az, hogy nekik mondjuk ennyi összejön, az honnét van? Hát ugye azt tudjuk régóta a Demokratikus Koalícióról, hogy gyakorlatilag ugye Gyurcsány Ferenc egyfajta szektájaként működik, ennek megfelelően nagyon elkötelezett szavazói bázissal rendelkezik. Ugye ez különbözteti meg őt gyakorlatilag, illetve magát a pártot is az MSZP-től. Ez sokkal inkább ugye Gyurcsány felész, tehát egy személy köré épül. Hogy a jövőben ennek van-e bármilyen növekedési lehetősége, én azt kétlem. Az látható, hogy a DK beszorult erre a mostani jelenlegi állapotra, amit a közvéleménykutatások is mutatnak. Ugye az ellenzéki pártok között megy a húzavona az előválasztást illetően. Összejöhet ez az összefogás szerintetek? Van ennek reális esélye? Most alapul véve az áprilisi választásokat, az azt megelőző időszakot. Tehát valahol mindig megfeneklett az ellenzéki együttműködés. Eljuthatnak arra a pontra, ahol ezt valahogy abszolválni tudják? Én azt gondolom, hogy igen, és azért az túlzás állítani megfeneklett, hiszen emlékezünk vissza, azért egy koordinált jelöltállítás. Mindig valakin, vagy valami. Koordinált jelöltállítást azért lefolytatott az ellenzék, aminek köszönhetően egyéni mandátumokat is tudtak szerezni, értelemszerűen elsősorban Budapesten. Ez most is így lesz, azt gondolom, és nagyobb esélyen van annak a bal oldalon, hogy itt lesz valamiféle koordináció, vagy összefogás, vagy teljes összefogás, vagy csak részbeni összefogás, azt nem tudom megmondani. Az önkormányzati választásokkal kapcsolatosan lehet reális kihívója Tarlós Istvánnak? Irányából? Ez lett volna a következő gondolatom, hogy az, hogy a pártok összefognak, az nem jelenti azt, hogy egyébként a szavazataik is például matematikai alapon nominálisan összeadódnak. Azt mindig elfelejtik az ellenzéki pártok, amikor előválasztásról beszélnek, hogy itt leginkább az amerikai modellt szokták példaként felhozni, de ott azonos gondolkodó emberek, vagy azonos irányba gondolkodó emberekből, mondjuk republikánusokból vagy demokratákból kell kiválasztani a sajátunk közül a legjobbat. Itt nem erről van szó. Itt a Jobbik, az LMP és a DK közül kell kiválasztani, hogy ki a legjobb. De az a helyzet, hogy a jobbikos szavazók nem fognak a Demokratikus Koalíció jelöltjeire szavazni, mint ahogy ugyanez fordítva sem elképzelhető. Ezért kérdés, hogy tényleg a legjobb lesz-e majd a befutó? Hát hogy nem lesz, egészen biztos nem a legjobb lesz. Ettől függetlenül a baloldali pártok kétségbeesésükben ezt meg fogják vélhetően valósítani, csak a helyzet az, hogy óriási tévedés azt gondolni, hogy azért, mert mi megállapodunk közvéleménykutatások, vagy akár előválasztások alapján, hogy ki a legesélyesebb kihívója, mondjuk Tarlós Istvánnak, azért a választók is ugyanúgy fogják gondolni, mint hogy a politikai vezetők ezt teszik. Na, azért van még itt egy kicsit elfekvő politikai tömörülés, a 3M, Mindenki Magyarországa mozgalom, ez Márki-Zay Péternek a mozgalma. Mit lehet róluk tudni, mert bár a hír az létezik, benne vannak ilyenek, hogy ugye Márki-Zay Péter, mint alapítótag, Hatházi Ákos, Ábrahám Júlia, Bot Péter Ákos, Elek István, Kaltenbach Jenő, Kéz Zoltán, Lengyel Róbert, Lukácsi Katalin, Magyar György, Mellár Tamás és Üveges Gábor, tehát prominens nevek, akik az elmúlt időszakban azért felbukkantak ilyen-olyan zűrös ügyek kapcsán. Mit lehet tudni erről a mozgalomról? Párt lesz belőle, nem lesz belőle párt? Van esélyük? Pontosan nem tudni, hogy mi a végső célkitűzésük, hogy párt alakulnak-e, vagy sem. Az látható, hogy ugye az önkormányzati választásokra szeretnének egyfajta olyan mozgalmat létrehozni, amely ugye megtalálja a megfelelő jelölteket helyi szinten, és amögé próbálják ugye a pártokat becsatornázni. Hogy ez a jövőben mennyire fog működni, az egyelőre kérdéses mind a személyállomány tekintetében is, hiszen láthatjuk a felsorolt neveket, ugye, hogy mindegyik bizonyos balliberális betagozódású személy. Ebből én nagyon nem látok túl nagy perspektívát a jövőben. Ős, egy fél mondatra van még időnk. Hogyan viszonyulnak az ellenzéki pártokhoz Márki-Zay Péterék? Lehet erről valamit hallani? Kérdés, az itt felsorolt névsorban többen vannak, akik már valamilyen pártnak, vagy legalábbis a frakciójának jelenleg is a tagjai, vagy voltak a tagjai, hogy ők képesek lesznek együttműködni bármely baloldali szerveződéssel, azt nem tudom megítélni. Egy biztos, az itt felsorolt névsor önmagában sem homogén, tehát nekik egyébként szerintem először a saját házuk táján is rendet kell majd tenni.
Hát majd meglátjuk. Farkas Jós, illetve Berta László, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Kedves nézőink, önök az EKO mérleget látták, kollégáim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!